Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és ismét a Black Desert Online-nal fogunk egy picit csapatni, játszani. Megnézzük, hogy hol vagyok egészen pontosan, hát kifutok ebből a barlangból. Az igazság, hogy kaptam egy feladatot, hogy emlékszem, nekem ez tetszett a feladat annó. De meglátjuk, hogyha fölkerül a videó, akkor ez egy általam tetsző dolog volt, hogyha nem, akkor nem. Még mindig elképeszt egyébként, hogy mennyire jól néz ki a játék. És hát szereztem egy ilyen kis köntöskét. Ugye ez úgy működik ebben a játékban, most már megtudtam, hogy amikor megnyomom az I betűt, akkor ez a külső rész, ez a hordott cucc, a belső rész pedig, hogy hogyan néz ki ez a hordott cucc. És hát mindenféle napi belépőért, illetve azért, mert minden nap belépek a játékba, azért kapok táskát. Amiben volt egy ilyen, vagy néhány ilyen felszerelés igazából. Elvileg ez mindig folyamatosan egyre növekszik. Na, hát kaptunk egy feladatot, és nem tudom miért. Ja, valószínűleg a felvétel miatt kezdett el így akadozni egy picit néha, amikor gyors mozgás van. Nem is értem, mert a CPU az nem nagyon használ, de mindegy is. Kaptam egy feladatot, hogy meg kell keresnem Edent ebben az elképesztően öreg régi kőbarlangban, amit éppen most tárnak föl goblin munkások, vagy hát ilyen nem tudom milyen munkások. Itt lehet látni, egy kicsit átállítottam a feladat jelzősávot, mert idegesített, hogy ilyen szellem motoszkálott elől, és ahogy megyünk le egyébként, mindenféle kővé vált emberek, és ilyen szobrok vannak itt. Néz ki, mint egy... Úgy néz ki, mint valami robot lenne egyébként. Úgy néz ki, hogy mint hogyha ezek a robot, vagy ez a robot, ez éppen ölni ezt a... Sőt, itt már ezeket a behatolókat. Kővé változtatná őket. Hú, de Pista, de nagyra nőttél. Ez olyan fél óriás lehet. Menjünk lejjebb egy... Az, az igazság, itt van a feladat. És... ezzel az Edennel kellene találkoznom, az az igazság. Egy ilyen hercegnő küldött ide le engem. És egy üzenetet kell neki átadnom, hát mindjárt nem vagyok a legalján, ahol egy ilyen kocka forog, és ott van, nézzük meg. Ó, milyen kis jó képű vagy. Nem hiszi el, hogy a hercegnő az fölbírált valakit, hogy beszéljen vele. Átadtuk neki az üzenetet, és mondja, hogy ezt el kellene hagynom innen a területet, mert bizony ez itt elég veszélyes. De jön kis Pistánk, kis szellemünk, és azt mondja nekünk, hogy látod a követ mögötte? Az a kő rejt valamit. Na nézzük meg azt a követ akkor. Milyen, hol van mögötte az a kő, ami rejt valamit? Ez a kő rejt valamit? Aha, ez a kő rejt valamit. A kis szellemünk azt mondja, hogy ez bizony, ez elég idegesítő egyébként ezek a vonalak. Ezeket nem tudom, hogy lehet kikapcsolni, de jó volna. Na nézzük meg ezt a követ, ezt a szobrot. Egy Heavens, tehát egy paradicsomi jelenés. Fekete kő áldása, én ezt nem tudom mit jelent. És egy Edenna nevezetű főnök az ő nagy erejével vezeti a többieket.
Hát igen, itt lehet látni, hogy valami elég szép kis. Aha, ott van a paradicsomi jelenés, és akkor ez a fő karakter, ez bizony egy nagyon erős dolog, és hát beszéljünk akkor Edennel, ja nem kell beszélni Edennel. Itt nekünk meg kellene keresni valamit. Nézzük meg ezt az artefaktot akkor, ezt, hogy ez miről szól. Egy különleges ember, vagy egy titokzatos ember, akinek Eden volt a neve, és ez az ősi artefakt, ja, ez a Stone Chamber, igen, ez csak egy leírás volt. Aha, ennek az artefaktnak és ennek és a Black Spiritnek, akivel az előbb tárgyaltam, tehát ez a sötét szellemnek, hasonló, nagyon hasonló energiái vannak. És megnézzük, mi történik. Valami történik az artefakttal. Ez elvileg az én jelenlétem miatt van. És sötét energiák uralkodnak, vagy vannak körülöttem. A sötét szellem az azt mondja nekünk, hogy mennünk kell, mert bántani akarnak minket. Nem tudtam elolvasni már. De az artefakt az megváltozott, és van benne egy másik sötét szellem. Megálltak. Az ébredés, civilizáció, szent áldozat. Ezek a szavak voltak odaírva. A mi kis fekete szellemünk megszerezte azt az energiát, ami benne volt az artefaktba. És ez a sötét energia vette el a mi emlékezetünket. Uha! Na, beszéljünk ezzel a pimbóval. Rendben vagy, ez nagyon késő. Mi késő? Mit szeretnél tudni? A fekete szellem fölébredt, és egy fekete illúzió leng engem körül. Na jó, nézzük. Ezeket meg kell néznünk, ezeket az oszlopokat. Ez egy történetet mesél el egyébként, akit érdekel mindenféleképpen, illetve engem is érdekel, és meg fogom nézni. Most a videó kedvéért kb. Túlpörgetünk ezeken a dolgokon, kíváncsiak, hogy mi lesz a vége. Na ez... Valahogy. Ha megnéztük. Ezt nem néztük meg. Azt hiszem, ezt nem néztük meg. Ezt meg... Igen. Arrafelé mutat a nyíl, amit nem néztünk meg egyébként, úgyhogy... Már csak ezzel kell beszélni. Érzed a szent energiát, ami átáramlik a Földön? Remember, you
Nagyon érdekes kis történet van egyébként ennek a játéknak. Hogy kell onnan azt az akármit eltüntetni középről? Menj már innen! Menjek vissza Edenhez. Megváltozott a kis szellemünk. Nézd meg ezeket a fogokat. Enchantment. Új, itt egész sok minden itt közül bejött. Ez... Nem lehet oda berakni. De, és akkor berakunk öt ilyen. Ilyen gömböt kell, úgy látom. Na, ennek utána kell rendesen olvasnom, hogy az egészen pontosan micsoda. Újra előveszem a kardomat, illetve újra kezembe veszem a kardomat. És, elfogadjuk azt a feladatot, amit a kis ördög hoz nekünk. Nézzük, miről van szó. Három szellemet meg kell ölni, ez az egyik feladat. Ezzel nem lehet már beszélni, ezzel esetleg mély mutat feléjük, na mindegy. Hát kifelé vezet az utunk most már. Várunk csak. Csak meg. Ja, ugye ezt csak le kellett adni, beszélni kellett vele, és akkor ott a másik. Oda elszaladunk. Gyerünk, fiam. Társ. Jaj, elővettem véletlenül a kardot. Igen, itt van egy ilyen autófutás, hogyha ezt megnyomjuk, akkor ez szépen oda fog futni a feladathoz mindenféleképpen, hogyha nem szerencsétlenkedek, hanem megnyomom a gombot. Gyerünk, fussál drága! Egyre érdekesebb számomra ez a játék, megmondom őszintén. Elég sokat tanultam az elmúlt időben róla, és csomó dologra rájöttem. Alapvetően létezik benne egy elég szerte ágazó talentrendszer, ahol különböző dolgokat lehet megtanulni. Ezt egyébként 54. szintig? 40? Nem, 50 valanyadik szintig. Ezt akármikor le lehet resetelni, teljesen ingyen. Különösen lehet lehet változtatni, próbálgatni. Ugye ez úgy működik, hogy alul vannak azok a képességek, amik ott láttak középen. Nyilván, hogyha megnyomom a gombot, akkor azok aktivizálódnak, de a legfőbb... ilyen spiriteket kell ölni. De a legfőbb megoldása az, hogy kombókat kell használni. Ami kb. Azt jelenti, hogy mondjuk a dupla... Ugye itt most följött egy ilyen segítség, itt. Följött egy ilyen segítség. Megnyomom a W-t és az F-et például. Akkor nem csinál semmit, csak hogyha előveszem a kardot. Megnyom a W-t és az F-et. Ilyen elképesztő kombókat fog csinálni. Illetve például, hogyha mondjuk A, Shift és... Tehát itt elég... sokféle ütés van. Mondjuk az A és bal gomb, ugye az I szépen balra üt, jobbra üt. Megnyomom mind a kettőt, akkor egy ilyen... speciális ütés, egy másik fajta speciális ütés. Igazából még elképzelésem sincsen, hogy mik a különbségek, de rajta vagyok mindenféleképpen, és próbálok utána olvasgatni. Tudom, eléggé... durva, amit itt művelek. Mondjuk már 14. szintű vagyok, ezek meg nem is tudom, hanyadik szintűek. Ahogy ezt megöltük. Vaddisznót. Hanyadik szintű vagy, kisöcsém?
Azt honnan lehet tudni vajon? Térképen talán rajta van? Ezek hanyadik szintű lények? 13. szintű ez a terület, úgyhogy hát gondolom ehhez mérten megfelelő szint ez. Kellene még... Jó, nekünk most elég sok mindent meg kell ölni. Igen, viszont ez talán nem tudom mennyire lesz ez ilyen grindolós, de mondjuk ez az első olyan tényleg grindfest quest, amit csinálok. Na nézzük, ide szépen odarakok és így nyomom a gombot és így megyek szépen végig. Na, üsd már meg, az Isten áldjon meg, oly. Viszont a lootolás tök könnyű, igazából közelbe mész és megnyomod 2000 betűt. Nézzük a hatos az mi. Ha? Ezeket szépen kilótoljuk. Nem okoznak nagy ellenállást, úgy látom ezeket a, ezek a pici lényeskék, megmondom őszintén. Jobban örülnék, hogy egy kicsit nehezebb lenne taktikázni kellene itt az öléssel, de igazából teljesen ugyanazt a hatást érem el akkor is, hogyha valami kombót használok, mint hogyha valami bal gombot nyomogatnám simán. Na, ez talán ez az idősebb dolog, ez itt talán nagyobb kihívás lett volna, de nem. Aha, elvégeztük a feladatot, akkor hívjuk a kis vizgedjünket. Akkor el kell rakni a kardot. Látod, hogy egyre erősebb leszel? Persze, hogy látom. Emlékszel azokra az impekre, amiket megöltünk? Van itt valahol egy barlang. És sötét energia jön onnan. Nézzünk utána. Hát nézzünk utána annak a barlangnak. Gyorsan szaladok. Szerintem ez az a barlang lesz, ahol a király, vagy ez a vezér, aki ezt a területet irányítja, leküldte az embereit. Megnézzük. Még mindig rohadt jól néz ki a játék egyébként, csak ez a rengeteg csiriviri UI egyébként, ami itt mozog, az felháborító. Tehát ez nekem valahogy nem nagyon tetszik egyébként. Direkt bejelöltem, hogy ne legyenek nameplate-ek például, és az, mondjuk amire ráviszem, annak lehet nameplate-je. Na ez kukorica farmon vagyunk, itt vannak a kukoricák. Kár, hogy a hagymagazdó nem tud itt beindulni. Fussák kis csaj, mert sose lesz este. Ennyit kell futni, te Jézusom. Na jó, akkor fussál így. Nem a tabbal kell kilépni, hanem a kontrollal az egérmódból. Értsd már meg, József. Értsd már meg, hagyma. Kell így mód. Na. És amit megtudtam, tehát itt van a skillfa. Most jelen pillanatban 8 pontot valamit el lehet egyébként költeni, mondjuk erre még nem. Vannak, amiket meg lehet tanulni egyébként. És skill pont 5. Ez jó lesz nekünk. Ez a kettes képesség, vagy illetve a hármas képesség, majd megnézem, hogy ez egészen pontosan micsoda. Aha, ez ilyen fölütés, és a bal gomb, tehát a
Balütés. Na mindegy, nem tudom. Be kell mennünk. Ott a barlang. Az Impact barlangja előtt kell találkoznunk Unoval. Megnézzük ezt az Uno gyereket. Kapcsoljuk, mert erre egyáltalán nincs most szükségünk. És itt is vagyunk. Hoppá! Unót felnyársaljuk. Ó, oh, milyen kis szimpatikus. Én hiszek a tudományban. De ez nem azt jelenti, hogy nem hiszek a mágiában és az alkémiában. Nem vagyok megzavarodva. Kimondta neked, hogy gyere ide, vagy miért kerestél fel magadtól? Én látom, hogy van benned, tehát bennem egy fekete erő. De nem ismerem a pontos igazságot. Ezt a fenoménát, ezt ki szeretné nyomozni, és hogy én is akarom-e, és hát akarom bizony. Na, valami boss küzdelem következik. Nem sokára, ezt megcsináljuk, megnézzük. Miért nem az R betűt nyomom meg? Pull of the navigation and press off enter inventory és... Aha, tehát menjek az úton, illetve hát amerre visz az út. És utána ott az inventoryba van, kell lenni egy ilyen summon papírusnak, ami meg fogja idézni egy ilyen imp istenséget, vagy hát kisebb istenséget. Fogjuk nézni ezt a bulit. Na, gyerünk, fussál már kis csajmel. Ezeket a nyílakat jó lenne érteni egyébként, hogy például mi az a nyíl? Mi az, hogy 220? Amint hogyha az 210. Ez folyamatosan változik? A 200. Lehet, hogy ez valamilyen távolságot jelöl egyébként. Hú, emlékszem a trial-be, még annak az idején, amikor itt lehetett kipróbálni ilyen bétába, idáig jutottam, ebbe a városba voltam, és itt egyszerűen elveszettem a fonalat, mert nem tudtam mit csinálni. Majd, hogyha idáig eljutok, majd meglátjuk, hogy ez változott-e valamit, de várj már. Ja, hogy ezek csak ilyen lassan töltődő skinek voltak. Valószínűleg azért egyébként, mert itt közben installálok hátul játékokat. Húha! Itt aztán vagyunk egy páran. Ez mi ez a sok ember itt? Mind ezt a questet csinálj? Egy horgásznak, te jó ég! Vajon külön instanszban történik az én kis... boss fightom? Hú, te pista! Te már vagy valaki, hallod-e? Nagyon durva. Nem néz ki rosszul szerintem. De itt nézik, itt orgázgatnak, amíg én itt küzdök ezzel a nagyrakás szerencse nélkülivel. Nem nagyon akar ez meghalni, igazából, hiába ütöm.
Megöltem? Azt hittem, hogy nem fog meghalni. Ha! Na segítek ennek is. Lássa, kivel van dolgom. Vagy kivel van dolga. Jó. Akkor hívjuk a kis szellemünket. Tudtam, hogy győzni fogsz. Mondjuk, hogyha vesztesz, akkor sem vesztesz többet, mint az életed. Igazam van? Hát, igazad van. Na hát, jelen pillanatban kb. Itt tartok ebben a játékban. 15. szintű vagyok. Nem tudom, hogyha érdekeltétek ez a játék még, akkor fogok mindenféleképpen róla videót csinálni, hogy... És ahogy növekszünk, majd egyre több mindent fogok tudni megtudni. Vagy egyre több mindent fogok megtudni magáról a játékról. Igyekszem ezt el is mondani nektek. Persze, ha érdekel, hát ezt egy lájkkal, vagy egy kommenttel lehet egyébként jelezni. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Ha tetszett, iratkozzatok föl. Lájkoljatok, kommenteljetek, meg ilyen dolgokat csináljatok. Pá, pá!